Baja város önkormányzata 2019-ben is meghirdeti a Virágos Bajáért település szépítő versenyt, lehetőséget biztosítva ezzel a helyi lakosoknak, hogy bizonyítsák szépérzéküket, kertészeti tehetségüket. Az előző évekhez hasonlóan az idén is 6 kategóriában, többek között családi és társasházakhoz tartozó kertekkel, virágos ablakokkal, erkéllyel vagy előkerttel jelentkezhetnek magánszemélyek, pénzintézetek, szolgáltatók és vendéglátóhelyek. A pályázat megalkotói mindenkit arra bíztatnak, hogy vegyenek részt a versenyen. Idén 20. éves a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny, és ebből az alkalomból minden résztvevő fog kapni egy ilyen emlékplakettet, és az emlékplakett mellé egy ilyen virágzó magnólia cserét, és ezen felül az első 3 helyezett pedig ajándékutalványban részesül, amelyet beválthat 3 különböző helyen itt a városban, ezek ilyen kertészetek. Az utalványokat növénybeszerzésre, kertépítési, kertápolási eszközökre, a kertészkedéshez szükséges anyagok beszerzésére válthatják be a díjazottak, tette hozzá Kovács Csaba. A díjazása az idén a tavalyi duplája, azaz 1 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre. A pályázati adatlap letölthető a város honlapjáról, valamint kérhető és leadható a polgármesteri hivatal porta szolgálatán. Jelentkezni legkésőbb 2019. június 14-én délig lehet.